6 évesen egy életre elvarázsolta a színpad, tinisztárként pedig meghódította az országot és beírta magát a magyar könnyűzenei világba. A hétköznapi zenész mai adásában Lola enged betekintést egy igazán mozgalmas napjába. A kemény oldala is megmutatkozik az énekesnőnek, láthatjuk majd boxolás közben, a kifinomult, nőies oldalát pedig egy ruhapróbával egybekötött fotózás során csillogtatja meg. A nap zárásaként a zene melletti másik nagy szerelem, a televízió is fontos szerepet kap. Zalán Tibor író pedig a Telihold című dalról mondja el a véleményét. Sziasztok, Lola vagyok, és ma az én napomat követhetitek végig, ő pedig a kiskutyám Mocsi. Minden napunk egy nagyobb kutyasétával indul, szerencsére ma jó idő van, úgyhogy ez egy egész kellemes program tud lenni. És hát mostanában egy elég sűrű időszakot élek, úgyhogy azt gondolom, hogy bőven lesz nektek mit mutatnom. Remélem, hogy élvezni fogjátok velem a napot, induljunk is el! Mocsi egyébként most nem is olyan régen, március 15-én volt 3 éves, szerintem egy csodálatosan jó kutyus, de hát nyilván mindenki ezt mondja a saját kutyájáról, és nagyon sok helyre el szokott engem kísérni, viszont a mai nap nagyon sűrű, úgyhogy majd ő itthon maradt pihenni. Nem sokára összekapom magam, aztán elmegyünk egy nagyon kemény boxedzésre, onnan tovább megyünk egy ruhapróbára, onnan egy fotózásra, egy picit szusszanok mindezek után, és este pedig a Frissben leszek élőadásban a Petőfi TV-n, úgyhogy mindent meg tudtok nézni ma. Egy rendkívül összetett személyiség vagyok, az biztos. Szoktuk azt mondani, hogy annyi mindent megéltem már, hogy ez akár több életre is elég lenne. Szerintem egyébként nyugodt vagyok, de vannak időszakok, amikor így ki tud belőlem törni az energia vagy az állat, ami a színpadon jól jön, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon tudok szeretni, úgyhogy nagyon érzelmes személyiség is vagyok. Mocsival 5 hónappal ezelőtt költöztünk ide. 17 éves voltam, amikor azt mondtam apukámnak, hogy hát az a helyzet, hogy énekelni szeretnék és koncertezni, és az nem megy 60-ból, úgyhogy költözöm, úgyhogy most már hát ki tudjátok számolni, hogy 17 éve élek Budapesten, ami nagyon-nagyon hosszú idő, de egyébként most már rendkívül élvezem, először nehéz volt, és a zene mellett 5 évvel ezelőtt jött a televíziózás az életemben, rendkívül élvezem, és a műsorvezetés is ugyanolyan szerelem lett, mint a zene. Engem szó szerint megcsapott a színpadnak a szele. Életemben először én Lengyelországban álltam színpadon, és ott énekeltem, de ami egy kicsit ilyen viccesebb történet, az az, amikor egy divatbemutatón már itthon Magyarországon nagyjából 6 évesen felléphettem, és beletekerettem a mikrofon zsinórba, és szó szerint így lezúgtam a színpadról arcra, úgyhogy az megcsapott. Hát ott ebbe beleszerettem onnantól kezdve, nem volt visszaút, ez az egyik legelső emlékem. Valakinek elmesélem, hogy 5 éves korom óta állok színpadon, és gyakorlatilag az lassan egy ilyen 28 éves pályát jelent, akkor azért meg szoktak lepődni, és visszakérdeznek mindig, hogy úristen, mennyi idős vagy. De tényleg most már, ha belegondolok, akkor Lolaként pedig 17 éve állok a színpadon. Az első klipforgatásom is 17 éves koromban volt, ez volt az Álomtánc című klip. Rettenetesen izgultam, Horvátországba utaztunk. Minden csillag meglát, és nem
nem is nagyon tudtam élvezni a jó időt, mert nagyon paráztam, és a második forgatásom is még, hát nekem így lelkileg nagyon megterhelő volt, az volt a Hallja meg a világ című dal, amikor ilyen buli jelenetben kellett volna tombolni, és szerintem hosszú percekig könyörgött a stáb, hogy kicsit engedjem már el magam. Nagyon izgultam, ott volt nagyon sok gimnáziumi osztálytársam, és hát azóta szerencsére 17 év alatt ezt kinőttem, úgyhogy most már kifejezetten élvezem, hogyha forgatunk és inspirál a kamera, de nagyon nehéz volt nekem a zenének az eleje, az egészet elkezdeni a forgatások miatt, mert énekelni imádtam, de hogy egyébként miért kell szerepelnem, azt nem értettem. Amikor énekelhetek, akkor nagyon szabadnak érzem magam, mert a pályám legelején is azt tetszett meg, hogy egyébként én egy nagyon visszafogott kislány voltam, szemüveges, fogszabályzós, nem a legsikeresebb és a legnépszerűbb, és valahogy ahogy színpadra léptem, már akkor is a személyiségemnek egy másik része tört elő, és azt éreztem már akkor is a színpadon, hogy ott bármire képes vagyok, és magában a zenébe, az éneklésbe elképesztően bele tudok feledkezni, ott valami más jön elő belőlem, és szerencsére ez hosszú évek óta ugyanúgy megvan. Bemutatom nektek az edzőmet, Hidvégi Gyurit. Hello. Hello. Hát igen, Gyuri pont ilyen egy éve járok már ide? Több. Szerintem tavaly februárban kezdted. Az ötlet az nem a sajátom volt, egyébként a műsorvezető társam, a Csomosi Barbit láttam, hogy nálad edz egy csomót, és hát tudjuk, hogy a Barbie gyönyörű és nagyon csinos, és aztán elkezdtem egy pszichológushoz járni, aki azt mondta, hogy Lolám, ütni kéne, és rád írtam. Úgyhogy azóta itt vagyok, és hobbiból ütök. Először azt vettem észre, hogy de jó, mondjuk egy jó, ruha jobban áll, vagy hogy szoktuk mondani, más az állag? Hát a stabilabb vagy. Igen? Én általában azt szoktam mondani, mert hát itt ugye nem, ilyen izmok nem jönnek itt az emberre, ugye ilyen testépítő izmok. Tehát igazából itt a stabilitás, meg a forma az, ami jó irányba változik. Igen, meg koncentráltabb vagy. Koncerten majd ezt nem próbálom ki, hogy így énekeljek, mert alig élem túl. De kevésbé vagyok fáradékony, az biztos. Pörgess meg a végét. Jó, szünet. Mondjuk ki, hogy tini sztárnak lenni, az egy kőkemény feladat, főleg úgy, hogy te nem azt mondod, hogy én ez akarok lenni. Hogy egyszerűen ez így alakul, ugye nagyon fiatal voltam, nagyon fiatal közönséghez szóltam, és utána a felnőttekhez, és egyébként, hogyha tini sztár vagy, és még nő is vagy, hát az egy gyilkos kombó. Rettenetesen nehéz időszakok vannak már most is mögöttem, és ugye egy idő után felnőttem, és én ezt nem is azt, hogy szerettem volna megmutatni, de nem vágytam arra, hogy visszatuszkoljanak egy olyan skatujába, hogy jaj, amúgy legyen még cuki. Volt, aki azt mondta, hogy úristen, mi lesz veled, hogyha majd felnősz, és nem leszel bájos. És azt fogják rólad gondolni, hogy jaj, már nem vagy gyerek, sikertelen leszel, és nem lesz jövőd ebben a szakmában. Nekem ezzel kellett küzdenem, úgyhogy ezt elengedtem, én csak szeretném magam baromi jól érezni. Valahol mentálisan egyébként mindig erős voltam, de tény, hogyha egy ilyen mozgásformába belekezd valaki, ahhoz kitartás kell, és a sportban nagyon sokat lehet tanulni. Hát itt nem volt lehetőségem arra, hogy elmeneküljek. És hogyha valamit élvezel, és azt érzed, hogy jól megy, és ott megtaláltad a helyet, szerintem
az az életednek a többi területén is erősít téged. Nem tudok beszélni. Ó, Gyuri felvette a kesztyűt, ez nem jelent jót. A mai napra kitomboltam magam, és most elviszlek titeket egy igazán csajos programra. Sziasztok! Szia! Végre élőben. Nagyon örülök, hogy egyetlen is te hozott itt nálunk. Köszönöm szépen. Megyek egy fotózásra, egy lakosztályban fotózom, majd egy gyönyörű szállodában. Hihetetlenül szép divaruhák kellenek, és ugye hát az Instán találtam Renit, ezt el kell mondanom hosszú hónapokkal ezelőtt, mert gyönyörű ruhái vannak, és most megnézem élőben is. Nagyon jó helyre jöttél, megmutatom neked, hogy mit hoztam. Én azért hoztam mindenképp feketét, mert ez egy picit ugye a komolyságot, a nőiességet, pláne a tollakkal is. Én azt gondolom, hogy te egy nagyon-nagyon komoly nő vagy. Nagyon sokat változott a stílusom, de sajnos ezt mindenki végignézte. Vagy 16 éves korom ott, amit műveltem, én voltam imó. Azt nagyon tudod, mi az az imó? Ó, igen. Jó? Megvan, igen. Szerintem fiatalabb vagy nálam, szóval voltam imó, és nagyon rocker és lázadó. Jó, vannak még tornacikőim, de imádom az ilyen ruhákat. És most király, most hercegnő. Most hercegnőként élvezi legjobban. Egyébként délelőtt 11 óra van, és én úgy gondoltam, hogy itt van a A siker az egyik napról a másikra jött, de tényleg nagyon vigyáztak rám, és bennem soha nem az munkálkodott, hogy én népszerű szeretnék lenni, vagy ismert szeretnék lenni, vagy nagyon híres, hanem nagyon szerettem már akkor is énekelni, és a zenével pedig ez járt, hogy egy idő után azt vettem észre, hogy de jó, milyen menő tini magazinok címlapján lehet mosolyogni, és nyilván ez is megtetszett, és jó helyeken lehet fellépni, de ez az egész népszerűség, vagy hogy ismert legyek, ez engem egyébként nem motivált. Ahogy tűz a hold fény rá, úgy az élet végig jár, s az ma égek, az ma égek. Repül a véve, soha se téve. Ide is értünk a fotózásra, a helyszín egy gyönyörű belvárosi szálloda, én próbálok kijönni a ruhámban, és a mai fotósunk Mirtusz. Nagyon gyönyörű vagy. Köszönöm szépen. Na, erre gondoltam, de mit fogunk ma fotózni? Hát egy igazi elit szállodai stílust. Az első fotózásom az elképesztően stresszes volt számomra, 16 éves lehettem, nem, szerintem 15 voltam, előtte soha nem találkoztam se fotóssal, senkivel, aki ebben a szakmában dolgozna, és csináltak nekem egy sminket, oda mentem a fotózásra, volt egy frizurám is, és azt mondta a fotós, hogy lemosog a sminket és a hajat is, mert egy 15 éves natúrlányt szeretne látni, nem valakit, aki 30 évesnek van sminkelve, úgyhogy így indult életem legjobb képei születtek egyébként abban a korszakban, a mai napig nagyon szeretem őket, de rendkívül stresszes volt.
az a rész, hogy mondjuk egy kislány hogyan nő fel, és milyen példát lát az anyukájától, ez ugye ilyen generációs ugrásokkal kimaradt, mert én a nagymamámat láttam, és én megtanultam tőle természetesen alapdolgokat, hogy mennyire fontos, hogy egy nőnek rendben legyen a haja, a bőre és a körme. De nem arról szólt minden nap, hogy mondjuk hogy tudok csinosabb lenni, vagy hogyan éljem meg a nőiességemet. És szerintem nálam ez egy picit így el is csúszott, hogy sokkal később kezdtem el mondjuk az igazán szép ruhákkal foglalkozni, amikor az első lemezszerződésemet aláírtuk és fotózások voltak. Őszinte leszek, engem nem érdekelt, hogy nézek ki, csak zenélni akartam. És nagyjából olyan 24-25 éves korom körül éreztem azt meg, hogy mennyivel jobban érzem magam akkor, hogyha kitaláljuk, hogy mi van rajtam, hogyha a zenéhez azért egy image is párosul, és azóta ezt a részét is nagyon élvezem a színpadi létnek, hogy mindig más és más lehetek. Itt vagyunk a hajón, ez itt a beauty szekció, ha mondhatom így, és itt szokott adásátvétel lenni, és hát vannak itt szerkesztők, fantasztikus szakemberek, akik visszarakják az arcunkat, meg a hajunkat a helyére, vannak cuki kutyák, és most felkészülünk az adásra. Ha elmondtátok a holnapi adástartalmat, akkor annyi, hogy a Fanni utána, még a te mondatod előtt fog mondani egy pár szót arról, hogy a dalnak ki lesz holnap az extra fellépője. Először rettenetesen izgultam, aztán most már szinte hazajárunk ide, és hát azért a szerkesztők segítenek nekünk abban, hogyha valamit nem tudunk, úgyhogy általában nincs miért izgulni, persze izgatottak vagyunk, mert az élő az egy ilyen extra dolog, de most azért vettük át az adást, hogy tudjunk mindent, és nehogy az legyen, hogy valamilyen infó kimarad. Jössz te is adásba? Téged hogy hívnak te? Nagyon sokszor megkérdezik azt tőlem, hogy akkor most énekesnő vagy műsorvezető. Nem igazán értem, hogy ugye miért kell választanom, és tényleg olyan életszakaszban vagyok, hogy mind a kettő belefér, mert ha hét napból, vagy egy hétből hét napot szeretnék dolgozni, akkor megtehetem, mert senkitől nem veszem el ezt az időt. Mind a kettő megfér egymás mellett, és egyáltalán nem szeretnék választani. Mert amikor nem tudok zenélni, akkor az hiányzik, amikor nem tudok műsort vezetni, akkor az, és nekem mind a kettőre szükségem van. Itt vagyunk az A38 hajón, ez a Petőfi TV-nek a Panoráma stúdiója, és egyébként azt gondolom, hogy ez Budapest egyik legszebb stúdiója, hiszen hogyha körbenéztek, akkor hát hihetetlen, hogy mit láthatunk. Mi itt dolgozunk, hát gyakorlatilag ugye hétfőtől szombatig, van egy stábunk is, akik itt ülnek éppen a hátatok mögött, de annyira nem szeretnek szerepelni, és ez az adásmenet, aminek egyébként elhagytam az első oldalát, úgyhogy most próbálják nekem megkeresni. Egyébként az jó érzés, amikor így van fülesünk is, azt is elhagytam, na majd azt is elkérem. Szóval az jó érzés, amikor a fülesben hallott, hogy jó még fél perc, jó 10 másodperc, mert az egy ilyen plusz kis izgalom. És aztán nagyjából egy 10 perc múlva már érkeznek is hozzánk a vendégek, és indul az élőadás. Öt, négy, három, kettő, egy. Szép estét, sziasztok! Ez a Friss, az M2 Petőfi TV élő műsora. És ma este is egy jó hírrel kezdünk, ugyanis megújult a petőfi.hu weboldal, ahol rengeteg izgalmas információt találhatok a költőről. Szerintem amúgy most egész jól megvagyok. Sokáig nem éreztem túl jól magam. Nagyon küzdelmes volt a zenei élet, és a tévében is meg kellett felelni, és én egyébként nem titkolom, hogy a magánélet se volt mindig egyszerű, de most az utóbbi egy évben nagyon jó dolgok vannak, és jó dolgok alakulnak, és úgy érzem, hogy most már egészen a helyemen vagyok. Köszi, hogy ma velem tartottatok, most elbúcsúzom tőletek, de egy dolog még hátra van, ugyanis Zalán Tibor az én dalomat is apró miszlikre fogja szedni és elemezni fogja, ez a dal pedig nem más lesz, mint a Teli Hold.
Amikor először a kezembe vettem ezt a szöveget, úgy éreztem, hogy könnyű dolgom lesz, hiszen 30 szóból áll az egész és ismétléses sorozata, de aztán rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű. Vágyok más mederbe, új elágazásnál, oda szaladok, vágy. Már az első mondatnál megakadtam, vágyok más mederbe. Miért vágyok, ugye vágyom, az vágyik az ige, vágy, ige, nincs olyan, én vágy, te vágysz, ő vágy, hanem vágyok, vágyom más mederbe. Ez azért nem baj, hogy egy szövegben így tisztességesen lemegy egy grammatika, ha nincs értelme annak, hogy megváltoztatja az ember. Igen, erre emlékszem, hogy ezen mi is gondolkodtunk, és azért lett végül vágyok más mederbe, mert a vágyom más mederbe azt nem volt jó énekelni, és néha ezt behádozzuk. Új elágazásnál odaszaladok, odaszaladok, várj. A mederhez szaladok oda? Lehet. A meder új, vagy az elágazás. Itt zavarom támadt, és aztán végig csak kérdések támadtak, mert azt szoktam mondani, hogy a vers abban különbözik a dalszövegtől, hogy a versnek nincs mondani valója, a dalszövegnek mindig van. És emiatt van irány a dalszövegnek. Itt viszont nem találom az irányt, tehát kérdezek. Majd az út vezessen, nyíl a ferde táblán, hova haladok, állj. Hát hova haladok? Még mindig nem tudok meg semmit arról, hogy itt mi ez az út, mi ez a meder, lehet metaforikus, lehet egy országjáró vagy erdőjáró csapat, egy ember, több embernek a bulija, mert valaki ezt beszél. Baros Attival dolgoztunk ezen a dalszövegen, és nagyjából pont ugyanez játszódott le a fejünkben. És akkor jön a refrén, de ha az ösvényt követem, elcsúszhatok a köveken. Ez egy mély igazság, csak erről az jutott eszembe, bocsánat szövegíró, hogy nem csúszol el, ha bemész az erdőbe, de akkor megesz a medve, szóval megzabál. Lehetőség, hogy elcsúszol, de miért csúsznék el a köveken? Mert mindig csak vándorol, a telihold rég sarkon fordult, amikor majd újra itt jár, sehol se leszünk már. Megint a zavarom, ki, mi, hova vándorol? A teli hold? Ki, mi, miért nem leszünk mi? De nem hiába teli hold van ebben a dalban, mert ugye ez a dal egy bizonytalan nő útkereséséről szól, és ugye a hold maga a nő szimbóluma ebben a dalszövegben, és egyébként most pont azon gondolkodtam el, hogy milyen érdekes, hogy férfi írta ezt a dalszöveget, Baros Attila, és nekem nagyon-nagyon tetszett, és a mai napig imádom, és aztán ugye meghallgatja egy másik férfi, és ő teljesen máshogy értelmezi ezt az egészet. Lágy a ring a tenger, ám a láthatárnál belekavarok az ég. Egyszer csak valami, ahogy a lágyan ringó tenger megnyugtat. Lágy a ring a tenger, ám a láthatárnál belekavarok az ég. Hú, ez nagyon szép. Ez olyan, mint hogy egy ilyen zaklatott, kicsit ittas szerző, költő írta volna, és jó. Hadd lássam most az egyszer, itt a függőágynál kicsit maradok még. Ég még rémelés, nem a világnak a teteje. De énekelve nagyon szép. Legalább valami konkrétum van, végre tudom, hogy valami, van egy függőágy, meg van valaki meg ott talán a tengernél, és ami ugye belekavarog az ég. El tudom helyezni valahol ezt a függőágyas alakot. Kicsit maradok még, de ha az ösvényt követel, elcsúszhatok a köveken. Ha az ösvényt követel, elcsúszhatok a köveken. Nevezzük ezt a szöveget egy olyan alapnak, amit zenével nagyon meg lehet emelni, zenével talán értelmezni is lehet, meg lehet, hogy olyan világban születik ez a szöveg, ahol beavatva vannak a hallgatók, hiszen a dalszöveg mindig a hallgatóknak íródik. De én igazából
Hát elcsúsztam, vagy elcsúsztam a köveken, az ösvényköveim, vagy az erdőben megzabált a medve közben. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a hosszú napon, és meg tudtuk hallgatni együtt a dalom verselemzését. Remélem, hogy ti is nagyon élveztétek, és remélem, minél hamarabb találkozunk. Sziasztok!